Egy rövid sörbemutatóval készültünk mára, ez a Cold Hop sörkóstoló, és benne vendégként Timit látjuk. Sziasztok! Ja, Timit jó szendvicsbe raktuk itt. Elférsz amúgy? Klub szendvics. Klub szendvics, igen. Szó szerint remélhetőleg elférsz itt közöttünk, és veled még nem sörteszteltünk egyébként itt a kamerák szeme láttára, ezt most mindenképpen bepótoljuk. Olivier, honnan vannak a sörök, mik ők? Ezt te tudod. Hát ez kettő darab Troll Brew sör, őket az Eichbaum sörgyár gyártja Németországban. Az egyik az ipa, a másik meg búza. Sok mindent én se tudok róla, ezt asszonytól kaptam AI-ba, azt mondta, hogy látta egy boltba, és hogy úgy látta, hogy ilyet mi még nem kóstoltunk, és hát rá is hibázott, mert tényleg nem. Nem is tudtam, hogy létezik-e, de kapni Magyarországon, meg jól látom, akkor fel van címkézve magyarul listán, hogy ez forgalomban vannak. Mert hogy a polcokon ott van egy ideje, aztán hát most ugye annyi tematikánk volt, hogy nem nagyon tudtunk egyébként beilleszteni semmi új sört. Neked egyébként mi volt már hozzá szerencsét? Nem, én még soha nem is láttam ezeket. Te is úgy fogékony abszolút vagy ezekre az újdonságokra. Igen, de nem láttam még sehol sem. Na most viszont megmutatjuk a nézőknek, hogy egészen pontosan mikről van szó, ugyanis kettő különböző termékünk van mára. Az egyikük az egy Hazy Wet Pale Ale, így a teljes nevén 5,6%-os alkoholtartalommal rendelkezik. Van az elején egy troll, ahogy azt kell, tehát ez egy ilyen búzás jellegű történet lesz majd. Talán egy kicsit olyasmi, mint ami a majmos sörnek volt, az is egy wet pale ale volt. Igen. Tehát azt jól lebúzasöröztük egyébként, de az igazából egy egyébként így kettő fun fact, az egyik az, hogy ez nagyon durván, így mind a kettő ezt az ilyen World of Warcraft-os dizájnt hozza, igen, így megjelenésben. Illetve itt a Troll Brew fröt majd ott kameráz le. Van egy ilyen, hogy Oak Tree, és ez ilyen kis kikacsintás arra, hogy ugye a német Eichbaum sörfőzde, az ugye azt jelenti, hogy tölgyfa. Igen. Tehát itt úgymond angolra le van fordítva. Van a csapatban angolos, valószínűleg. Igen. És a másik termékünk az pedig egy India Pale Ale, ami fantastic jelzővel egészült ki, tehát egy fantasztikus ipával lesz elméletileg dolgunk, 7,8%-nyi alkohollal a csomagoláson belül, ezen is egy szép ilyen... Várjál, azon van egy troll talán, vagy egy ork, az talán inkább troll, ez meg egy törpe. Fantázi rajongóknak a segítségét fogjuk majd kérni, hogyha esetleg valamit rosszul mondtunk, vagy nem jó a terminus technicus az ilyen mindenféle fantázi lényeknek, akkor előre is sorry vagyok. Na, ideje megismerkedni a tartalmakkal. Melyikkel kezdjünk? Legyen ő, búza. Kezdjük azzal. Pedig már akartam mondani, hogy Timi olyan jól szokott tölteni, hogy a töltést még rábízhatjuk. Nem, most már nem. Nem. Most szabadnapos most vagyunk. Most készítjük a csöcsök és sörök adásra. Meglátjuk, hogy mit tud vajon színre. Szép sárga. Éló, maradjon ide is. Na, hagyunk egy kicsit a végére biztonságtechnikai dolgokból. Hát, ha kell majd még újrázni. Igen. Na, vizslassuk meg a színt. Ahogy mondtuk, szép aranysárga jellege van. Igen. Kicsit ilyen ködös, ez jól áll neki. Ködös. Mivel ugye ez a dobozon is szerepel, hogy ez igen, egy hazy wet pale. Igen. Ahhoz képest annyira meg nem hazy. Vegyünk egy illatmintát. Kevésbé érzem a búzasörös jellegeket, de érződik azért. Érzem, igen, jön mert, azért az. Mert én annyira nem kedvelem a búzasöröket, vannak kivételek, amiket szeretek, de... Igen, így a citrusosság, inkább ez a németes vonal, amit így érzek. Én is a bajor búzát szúrnám ki. Igen, Timi, te nem szereted a bajor búzát, meg ugye a belgát se különösebben, de mondjuk egy Kronenburg blankot azt ugye nem veted meg. Igen, meg a tudják a nézők is. Pedig a belga az egy jó együttes. Na nézzük ízre. Ízpróba. Könnyed. Ja. Azt mondom, hogy talán túl könnyed is. Inkább a pale ale jelleg jön át sem, mint a búza, tehát egyáltalán nincs egyébként előtérben. Itt szerintem inkább ízesítéshez használtak. Én kevésbé érzem intenzívnek az ízét, de amit érzek, az jó, tehát hogy csúszik, könnyű, de kicsit olyan vízezetnek érzem. Ez ilyen beszélgetős sörnek tudom elképzelni. Tehát nem az a testes bajor búza, amelyik ilyen nagyon durván ilyen intenzív ízű testes, hanem ez inkább ilyen kis könnyedebb. Nyilván nem is annak szánták, tehát 5,6%-kal ez nem fog megverni senkit. Nem rossz ez. Ez csak megbotoz minket. Igen. De úgy jutott eszembe, hogy lehet, hogy az van benne, mint a majmos sörben. Hasonló volt ehhez, de annak más volt az íz karaktere, és az intenzívebb volt. Annak volt talán ilyen banánosabb íze. Ebben viszont ez nem érhető. Azt mondom, hogy nem olyan az íze ennek, és ezt könnyedebbnek érzem, mint a majmosat. Tehát mondjuk valaki, aki nem szereti annyira bajor búzasört, mint mondjuk Timi, szerintem simán leküld ebből egy dobozt. De neked csúszik, nem? Persze, abszolút vállalható számomra, amúgy tényleg szerintem tök jó. Milyen strandsör? Jó lehűtve, beszélgető strandsör, tipikus nyári. Innen most csak a strand hiányzik egyébként, mert beszélgetünk is, meg le is van hűtve. Strandunk az még nincs. Igen. Mindjárt hozunk egy felfújható medencét. Egyébként új medencét oda a sarokba, igen.
Úgyhogy tényleg azt kell mondjam, hogy kellemes, könnyed, nem az a túlzóan erős, amit én nem szeretek. Egy minimális citrus azért van benne, de az sincs túlzottan elő. Olyan nagyon egyik irányba sem érzem, hogy elmozdulna így a karakter a sörnek, hogy valami túlzottan sok lenne benne. Ez az Eichbaum helynekenje. Egy ilyen közép. Nem, ez az Eichbaum paulánere. Ha már a búzasörnél tartunk. Végén van benne egy ilyen nagyon picit kesernye, de az így tényleg nagyon-nagyon a végén, de nem bántóan, tehát hogy abszolút jó is hozzá. Úgyhogy elmegy részemről az a verdikt, hogy mondjuk próbaképpen megvenném a boltban, rá nem szoknék, de adott esetben strandoláshoz egy-egy az beficcenhet. Igen, de lehet, hogy mondjuk egy ilyen bajorbúzás fordulóban ott nem biztos, hogy elővégezne. Na, egy gyors öblítés után meg is nézzük az ipát. Hát, hogy mennyire fantasztikus ez az ipa, az csak egy kóstolás döntheti el, ugyanis azért nem szoktunk hinni holmi csomagolás feliratoknak. Tudjuk, milyen a prémium sör, ami aztán inkább ilyen mindenféle jelzőkkel ellátott lesz végül. Na jó, jön a hegyi troll. Timi, ezt rád bízzuk. Jajajaj, Jézus, Jézus. Jajajaj, Úristen, Jézus, Jézus. Ennek már sötétebb a színe. Uh-huh. Határozottan. Mondjuk ezt egy ipától talán el is várja az ember. Igen, hogy nagyjából ilyen egy átlag ipás szín. Úgyhogy igazából bizakodása ad nekem legalábbis okot. Habja nincs annyi. Testvériesen elosztom. Most fordítjuk a balra, nehogy látszódjon, hogy milyen márkajelzés van rajta. Nem, mint hogyha nem lehetne anélkül is kiszúrni. Tudom, ez már csak... Igen. Na, egy nagyon kis csak marad benne. Ez már csak sörszál hasogatás. Na. Tehát színre egy ilyen vöröses... Igen. Fú, erről megmondom őszintén, hogy az ilyen urológiai vizsgálat... Ezt Oliver szoktam mondani. Igen, én is a mesebetegeknek a vizelete, igen. Igen. De azt a barnásabbakra szoktam mondani. Igen, nem elég mesebeteg azt mondani? Nem, ő még az átmenet, ez csak egy ilyen felfázás utáni vizelet. Ilyen kezdődő tünetek. Igen, igen, igen. Illatra... Még akár jó is lehet. Bírsalmás illatokat érzek. Ugye? Olyan. Bírsalmás. Én nagyon szeretem a bírsalmát, úgyhogy amivel ezt az illatot érzem, az általában jó szokott lenni, úgyhogy szerintem nézzünk ki. Na, 7,8%, hajrá! Totál bírsalma ízre. Na, ez f***a! De nem rossz. Jó, ez bejön. Nagyon durván bírsalmás, és amit érzékelek, hogy a szénsava az ilyen nagyon kis picike szénsav van benne, mármint úgy értve, hogy ez a nem az, amelyik így felhabzik az ember szájába, hanem ez a, ami csak olyan enyhén szúr. Igen. Ez a kellemes, amit bírhatóvá válik. Előzőnél sokkal jobban érződött a szénsav, ez nem hivalkodó. Szóval ebbe biztos, hogy nem tettek utólag szénsavat. Viszont az biztos, hogy ahogy majd kortyolgatni fogjátok, egy idő után rá fogtok unni erre az édes ízre. Lehet, meg azt ha megnézitek a habját is, hogy ez a nagyon apró lyukú hab van benne. Hát az enyémből már el is tűnt, úgyhogy talán ha egy kicsit így felkeverem, akkor látszik, de hát nekem ez nagyon édes. Édesnek édes, de jó ez a bírsalmás íz, de viszont az erősségét azt érzem, tehát azért az alkohol is jön belőle. Igen. Úgyhogy jó ez így hármunknak, legalább nem esünk szét. Egyébként egynek nem rossz, tehát nekem valószínűleg ugyanaz lesz a verdiktem, hogy egyszer próbaképpen kíváncsiságból meginnám. A strandra már korlátozottan vinném, mert tudjuk, hogy a tűző napon olcsóbb bebaszni, de... Igen, ez nem odavaló, ez inkább egy ilyen esti pókerezésre tudnám elképzelni. Igen, tehát hogy nem csak hogy ugye az miatt, hanem hogyha jobban felmelegedne, akkor szerintem nagyon pocsék lenne így az íze, mert ez így megkívánja a jó hideget. Igen. Tehát, hogy akkor túl édes és túl gyenge, roblott alma íze lenne. Jöhet az a régi jól bevált mondás, hogy jégbe hűtve igazából minden sör jó. Hát azért ezzel vitatkoznék. Hát igen, lehet, hogy a mondás jól bevált, az igazság tartalmát azért kétségbe lehet vonni. Lehet velünk a komment szekcióban, vagy akár Telegramon a kocsmában vitatkozni erről. Verdikt? Az, hogy hűtve még k***a jobb. Igen, ennyi biztos. Mert, de amúgy szerintem mind a kettő jó, a búzát én kicsit vékonynak éreztem, de ízbe abszolút rendben van, csak kevésbé intenzív. Ez az ipa, ez meg nagyon intenzív, bírsalmás íz, nagyon finom, de kicsit édes. Melyiket innád szívesebben? Az ipát. Timi? Hát megmondom őszintén, hogy kóstolása jó volt mind a kettő, de számomra egyik sem hozta el azt a szintet, amit én szeretek kóstolni, inni, úgyhogy... De ha egyet kell választani? Hát, hogyha egyet kell választani, akkor talán az utóbbit mondanám. Nekem nem tetszett az elsőnek, hogy túlságosan szénsavas, és olyan folyós volt, olyan egyszerű. Hát folyadék milyen legyen, még az a szerencse. Hogy olyan, tudod, ez a tipikus ilyen beszélgetős, baráti, egyszerű. Az alazós sör. Igen.
akkor lehet, hogy én fogok egy kicsit kilógni, de én a WebPL-el felé húzok, mert nekem ez nagyon sűrű ez az IPA. Inkább az íz karaktere sem, mint az erőssége, azzal igazából nincs baj, hogy 7,8%-os, de nekem ez nagyon tömör, és szerintem már a doboz felénél elémejednék, hogyha egyedül kellene ráhágnom, úgyhogy szerencsére most nem ez volt a helyzet. Igen, az igazság valahol a kettő között van, tehát hogy ennél legyen egy kicsit intenzívebb, de ennél legyen egy kicsivel ilyen lágyabb vagy könnyedebb. Ezeknek a srácoknak semmi nem elég. Ez az mindenbe találunk valami kivetni valót. Igen, szörnyű. De legalább ehhez én is csatlakozom. Na, remélhetőleg ti is csatlakoztok hozzánk legközelebb, amikor érkezünk a következő videóval. Na, Timi, tök jó volt, hogy itt voltál, várjunk majd vissza ilyen sörbemutatókra, hogyha úgy van. Köszönöm a meghívást. Lesz még szerintem elég olyan tematika, ahová be tudunk majd téged sorolni. Azt hittem suvasztani. Suvasztani. Már most is elég ide vagy ide suvasztva. Ennél azért diplomatikusabb vagyok, legalábbis gondolom én. Úgyhogy köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, írjátok meg komment szekcióval, hogy ittatok-e már ilyen sört, illetve ha igen, akkor miért nem. Várunk benneteket Telegramon, a kocsmában egy jó beszélgetésre, és persze a következő videóban is várunk benneteket sok szeretettel. Legyetek jók, sziasztok!